Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás március 5-éig. Itt ezen a kártyán látható, hogy sok minden változik nálad. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy a kivetés szélén, és eltekintesz a kártyáktól, mert minden olyan sok, nem akarsz ezekkel a dolgokkal foglalkozni. Itt volt egy hír, ami téged elszomorított. A lelki társad itt van melletted, de más irányba tekintetek. Viszont látható itt a kivetésnél a nagy szerencse, itt látható ez a változás, minden úgy történik, ahogy te elképzeled. Sőt, itt a környezetedben megjelenik ez a hölgy, aki segít neked. Ami a munkát illeti, itt látható a kártya, ami jelenti a munkát és a hivatást. Itt van a remény, egy új irány, és itt látható ez a szerencse, ez az ajándék, ez lehet egy kreatív tevékenység is, és látható, hogy nyeremény lesz. Megkapod az elismerést, itt van ez a nagy szerencse. Ami téged még foglalkoztat, az az otthon, és olyan fogva érzed magadat. Mivel itt ez a férfi jelenik meg, az is lehet, hogy ő érzi fogva magát az otthonában, vagy vannak problémák a családban, sőt látható itt a betegség, a szomorúság, az igazságtalanságok, de itt is javulni fog a helyzet, hiszen megvan az életerő, egy új irány, egy ajándék, és itt a képek jelentik azt, hogy lesz itt is változás, ami az otthonodat illeti, ami a családot illeti. Jó irányba fordulnak a dolgok, hiszen itt megjelenik ez a nagy szerencse. Összefoglalnám ezt a heti jóslást. Ha te egy hölgy vagy, valami elszomorít téged. De változik a helyzet, minden úgy alakul, ahogy te elképzeled. Ő sem boldog, mert ő is fogva érzi magát az otthonában, vannak családi problémák, igazságtalanságok, betegség, de minden jóra fordul, hiszen itt látható ez a szerencse, itt a remény egy új kezdethez, szerencse a szerelmi élet területén, itt megvan az elismerés, a munka az nyereményt hoz, lesz egy ajándék vagy egy látogatás, és mind az, ami eddig szomorúvá tett téged vagy őt, ezek a problémák elmúlnak, hiszen itt az első kártya jelenti ezeket a változásokat. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Tenderá!